Köszöntöm nézőinket! Önök a Művészvárost, a TV Szentendre kulturális magazinját látják. Hogy ma mivel készültünk, már is mutatjuk. Nők a nőkért, tanácskoztak a szentendrei női művészek. Mátyás király tudósai körében új festménnyel gazdagodott a Ferenci Múzeum. Az Én Szentendrém, városismereti előadás a Szentendre éjjel-nappal nyitva rendezvényén. Nők a nőkért, ezzel a címmel vesz részt a város egy norvég-magyar projektben. Ennek keretében a hétvégén tartottak a Művészetmalomban egy összejövetelt a szentendrei női művészek számára. A Művészetmalomban megrendezett találkozó is része volt a Norvég Civil Alap, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és Szentendre Város Önkormányzatának közös Nők a nőkért esélyegyenlőségi programjának. A rendezvény házigazdája Zakar Ágnes a Kulturális Bizottság elnöke volt. Fontos célként fogalmazódott meg például az, hogy nagyon sokféle díjat osztunk, de szeretnénk egy olyan díjat alapítani, és azt javaslatot fog tenni a képviselőtestületnek, hogy Szentendre Művészetér díj, hiszen ez nem nagyon jelenik meg a művészvárosban, és nagyon sokan lennének, csak hogyha az itt lévő 10 művésznőre gondolok, de ugye 300 művész él a városunkban, akik közül így tudnánk a munkájukat, galériai munkájukat, egyesületi, művészeti egyesületi munkájukat respektálni. Ugye a norvég programnak elsősorban a női esélyegyenlőség a célja. Itt a művésznők hasonlóan gondolkodnak erről, mint én, de a norvégok egy más társadalomban élnek, ahol ez a női szerep kiemelt. Nagyon sok érdekes dologról, a textilművészettől kezdve, nagyon sok érdekes dologról. Beszéltünk ma, és szerintem hasznos volt ez az eszmecsere, és remélem, hogy hozadéka is lesz itt Szentendrén. A közös beszélgetés helyszíne a Művészetmalom volt. Tartottak egy közös workshopot, majd a női művészek helyzetéről mondhatta el mindenki a véleményét. Érdekes kritikai megjegyzés többünk részéről. Tulajdonképpen én nem választanám külön, és nagyon sokan ezen a véleményen voltunk, hogy a nőművészet, hanem valóban a nőknek az a fajta érzékenysége, vagy bizonyos műfajokban dominanciája, ami jelentkezik mondjuk akár az iparművészetben, vagy a textilművészetben, erről volt szó, hogy ezeknek a műfajbeli elismerése tulajdonképpen akár a város részéről, akár a programokba, milyen fajsúlyba jelentkezik. És ehhez szerettünk volna tanácsot adni, és adtunk is, és megbeszéltük, hogy a következőkben milyen lépésekre lenne szükség majd akár a városvezetés részéről, hogy ez minél hatékonyabban tudja magát megmutatni a programokba, és tulajdonképpen ez egy ilyen hívószó is lehetne Szentendrének egy egészen új műfaj területén. Tulajdonképpen meg kellene határozni egy nagyon komoly kulturális évet Szentendrének, és inkább ezt a fajta művészeti arculatát domborítani, ami megkülönbözteti a többi várostól, és mivel itt most már a hagyományos festészet és szobrászat mellett nagyon erős dominanciával jelentkezik, úgymond a nőművészetnek titulált iparművészet, ahol ugye többnyire nők foglalkoznak a textil különböző területein, és más tárgykultúrát művelő művészek, művésznök. Tehát tulajdonképpen ezeknek a helyzetét, ezeknek a bemutatását, a gazdagságát nagyon jól lehetne hasznosítani Szentendrének egy úgymond művészeti turisztikai programjába, amihez érdemes lenne majd egy nagyon komoly tímet felállítani a városnak. Érdemes lenne most akár a város felé is ismertebbé tenni, hogy kik is élnek közöttünk, ami egy fajta aktuális kiállítás sorozatba, kiadványokba, és olyan fajta ismertetésbe, vagy például beemelni egy oktatási projektbe, amivel nagyon jól lehetne
a Szentendrének ezt a kicsit kiemeltebb helyzetét demonstrálni, hogy tulajdonképpen a művészeti oktatás, most mindegy, hogy én festőművész vagy textilművész vagy iparművész vagy egyáltalán művészt akarok a gyerekemből, de azt a fajta kreativitást, ami még a gyermeki lélekben megvan, az fantasztikusan lehetne kamatoztatni. Az összejövetelre meghívást kapott Losonczy Lilla festőművész is. Azt mondja, hasznos volt a párbeszéd. Én nem teszek különbséget férfi és női festők között, annál is inkább, mert én úgy érzem, hogy akkor, amikor nekem egy 7 négyzetméteres pannom a Pest megyei önkormányzat dísztermében egy szál maga áll, az nekem egy nagy öröm és egy nagy boldogság. Az is boldogság, hogy itt Szentendrén a polgármesteri hivatalban egy montásképem található, és már körülbelül 8. éve. És amikor jönnek Szentendrére híres vendégek, mindig az én képem társaságában készülnek a fotók. És ami még számomra nagy öröm, és mondom itt most nem az, hogy női festő, férfi festő, a szentendrei Vujcsics Tihamért zeneiskolában az én képeim láthatók már lassan egy éve, és számomra ez egy nagyon nagy öröm és meglepetés volt, amikor a Szentendrén élő 300 festőművész közül Losonczy Lillát, akinek ugye a férje után a neve Szentendrén nagyon ismert volt a férjem, de sajnos ő eltávozott, dr. Losonczy Miklós művészeti író volt, és az én újabb nevem pedig édesanyám nevét még fölvettem, tehát már nem csak Losonczy Lilla, hanem Urmánczy Losonczy Lilla is vagyok, és már kiállításaim, férjem távozása óta 4 év volt, már a 8. önálló kiállításom, az ország minden részéből jöttek a kiállításaimra, és most is itt voltak Soprontól kezdve Kecskemét és Zalaegerszeg, és sorolhatnám, és boldog vagyok, ahogy visszatérek az előbbi gondolatomhoz, hogy a Vujcsics Tihamér Zeneiskola 50 éves fennállása alkalmából az igazgatónő Zakar Katalin engem kért föl a Szentendrén élő 300 művész közül, és a képeim ma is ott láthatók, és kapom a telefon értesítéseket, hívásokat, hogy nagyon tetszenek a képeim, és nagyon gratulálnak. Jávor Piroska, Kósa Klára, Lehocki Krisztina, Regős Anna, Smetana Ágnes és Borsódi Eszter is a szentendrei művészek körét gyarapítják. Hát szembesültünk azzal, hogy Nyugat-Európa hogy értelmezi a női egyenjogúságot, aminek a magyarországi aktualitása azt hiszem, hogy még egy más vetületét mutatja annak, hogy a nő a művészetben milyen terepet tud betölteni. Norvégiában a társadalmi struktúra, az önkormányzat, a galériák együttműködésének köszönhetően a nők érvényesülése a meghívott polgármesterasszony szerint sokkal több teret nyújt az ottani nőknek. Noha mi, akik jelen voltuk, mind hála Istennek boldog és harmonikus házasságban élünk, éppen ezért nem volt kedvünk a férfiak ellen bármilyen averziót érezni, hogy ők akadályoznák a mi művészi kibontakozásunkat. Ellenben az biztos, hogy a civil kezdeményezések, tehát az, hogy a nők megmutatkozási lehetőségeit kiszélesítsük, hogyha mi nem kezdeményezünk, akkor ne is várjuk azt, hogy feltétlenül mindig fölülről jöjjön a segítség. Tehát az ötletnek meg kell születni, a javaslattá kell formálódnia, és akkor lehet segíteni rajtunk. Én azt gondolom, ez a leglényegesebb tanulsága a mai napnak, hogy mindenki otthon a háztartásban, vagy épp az alkotó munka közben jó ötleteket talál ki, nem biztos, hogy azt otthon kell tartani. Tehát lehet, hogy van értelme annak, hogy összeüljünk, beszéljünk ezekről a lehetőleg konstruktív, pozitív gondolatokról, és aztán, ha megszervezzük magunkat, akkor nagyon-nagyon jó dolgok is kisülhetnek. Borsódi Eszter azt mondja, a találkozó arra is jó volt, hogy a párbeszéd tovább folytatódhasson. Egészen biztos tehát, hogy nem ez volt a szentendrei női művészek utolsó együttműködése.
Új műtárggyal gazdagodott a Ferenci Múzeum. Már a közönség is láthatja Nyeges Ernő Mátyás király tudósai körében című festményét. 1940-ben festette Jeges Ernő a képet Mátyás királyról. Az olajfestmény vászonra készült, mérete 130x180 cm. Egyike a két világháború közötti Mátyás kultusz ihlette képeknek. Az uralkodót tudósai körében ábrázoló nagyméretű olajfestmény egyszerre archaizáló multidéző és ugyanakkor nagyon is kortárs. Hiszen az uralkodóval szemben ülő férfi, a történet szerint Galeotto Marzio, arcvonásai a híres kultúra pártoló római magyar intézet igazgató kurátor akadémikus Gerevics Tibort idézik, és a körülötte álló tudósok arcmásaiban is fellelhető és azonosítható néhány a kortársak közül. Mátyás király tudósairól a bemutatón Elkovács Péter történész beszélt. A konkrétumok annyi, hogy ugye nagyon érdekes az egész építkezésnek a kezdet, hogy 1479-ben elkezdték a várnak az építkezését, reneszánsz udvart építettek Visegrádon, Fehérváron, Pozsonyban. Neveket mondok, akik nagyon fontosak, ugye a Fioravante, a Giovanni Dalmata, akik részt vettek a budai vár építkezésében. Sajnos Budán az egyetemi alapítás az nem történt meg, az ugye már Zsigmond alatt is megbukott 95-ben, ezért Pozsonyba próbálkoztak Vitéz János vezetés alatt, az is sajnos megbukott. A legfontosabb és a legmaradandóbb, amit majd mindig fogok mutatni, hogy magának a könyvtárnak a megmaradása, ugye amit 1492 és 2500 kötetre teszünk, hogy körülbelül ennyi volt. A korabeli Európában, amit ismerünk, a pápai udvarnak volt ennél sokkal több könyve, amit a mai nap ugye a Korvinának hívjunk épp, amiért, hogy Korvin Mátyás miatt. Ugye fel fognak tűnni a képek, de bizonyos tudósok, itt megemlítem rögtön az 1460-ban a könyvtár vezetését átvevő Galeotto Marziót, majd 71-ben, aki átvette Taddeo Ugolettót, és nagyon érdekes, hogy Mátyás firenzei és budai firenzei könyvkereskedőkön keresztül vett meg itáliai könyveket, de Budán is kialakult egy budai könyvkötő műhely. A Szentendrei Művésztelep és a Szentendrei Festők Társaságának egyik alapító tagjaként éveken keresztül dolgozott Jeges Ernő a Szentendrei Művésztelepen. Az 1930-as évek végétől kezdve számos monumentális egyházművészeti munkában vett részt. Többféle grafikai technikával foglalkozott. 1945 után tájképek, a főváros ostroma idején és utána készült romképek, néhány történelmi kompozíciója, templomi falfestményei, plakátjai ismertek. Ez egész történeti festészet feltámasztása volt az egyik, ami az igazság azért volt, mert ez a kébezőféle próbálkozás nem járt olyan sikerrel, ezt gondolták. Mondjuk a baloldali lapok, ez az egészet mondjuk a 20. század, ez az egész felélesztést egy anakronizmusnak tekintette, de hát már akkor is a politikai erők másképp és más vélekedtek dologról. Most azért utána néztem azért biztos, hogy 5000 pengő mennyit ért, hogy ne legyünk azért olyan boldogak, hogy akkor milyen jó ment a művészeknek. Azt mondja, hogy 41-es adatot nem mindent találtam, de azt mondja, 42-ben Szilahi Lajos évi bevétele 72.000 pengő volt, azt elosztva 12-vel, azt most tényleg meg nem mondom, a Márai 60.000, a Jávor Pálé az 35.000, úgyhogy akkor kevesebbet. Egy esztergályos fizetése, igaz, egy kiemelt esztergályosé, ez a Dunai repülőgépgyárban volt, tehát az mondjuk már akkor hadizem volt, tehát akkor hozzá kell tegyem, akkor már hadiüzemre átálltak, 510 pengő volt egy havi fizetés. Tehát azt kell mondjam, hogy esztergályos 10 havi fizetését kapta. Mondjuk egy kiemelt, tehát tényleg ezek kiemeltek voltak. Ott egy villanyszerelő elárulom 495 keresett, egy portás pedig 280-at. A zsír, 1 kg zsír 43-ban 5,6 pengő volt, 41-ben még kevesebb, és 5 pengő volt egy kiló karaj. Tehát ez, gondolom, hogy ez lehet hasonlítani. Na most, nyilvánvalóan ez az évforduló miatt készítette ezt a képet, Mátyás évforduló téma, voltak hozzá előtalunmányai, látjuk, hogy milyen attribútumokat, milyen stílusjegyeket használt fel. Hozzá kell tegyem, ez a Mátyás téma, ez később is foglalkoztatta, hiszen igazgatott, hogy a legjobb, hogy Pannonhalmán van, ugye az olasz-magyar kapcsolatok kép, amit 43-ban festett meg, az olasz-magyar kapcsolatok 10 legfontosabb fejezetét sorolja fel. Nem mondom el, Mihály Ferné ezt már megírta, pont ugyanabban az évben, és Pannonhalmán ki is adta, abban szépen le van írva, hogy Beatrix Montival kezet fog Kossuth Lajos. Mindenki, aki létezik, ebben benne van.
A Mátyás király tudósai körében című festmény már hosszabb ideje eladó volt, a Ferenci Múzeum pedig régóta szerette volna azt megvásárolni. Időről időre nekünk részben kötelező módon, részben pedig egyébként is el kellett haladni ezelőtt a festmény előtt, és meg vannak festve azon a festményen az iskolának az alapítói is, Gróf Teleki Pál és Kelemen Krizosztom főapát, ők zárják a sort, hiszen ez az iskola eredetileg egy magyar-olasz tannyelvű, két tannyelvű iskolaként kezdte meg a működését a magyar-olasz kulturális kapcsolatok jegyében. Volt még egy alapítója az iskolának, amiről nem beszéltünk 1990-ig, Gróf Galeazzo Ciano, az olasz külügyminiszter, aki szintén részt vett az alapításba. Az ő szobra és fényképe csak 1990 után kerülhetett elő a történeti hitelesség kedvéért. Tehát ez az első személyes momentum, ami miatt én nekem Jeges Ernő különösen is kedves. A másik pedig talán nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy természetesen Szerényen ugyanabban a történeti iskolában jártam, mint az előttem szóló el Kovács Péter. Közös mesterünk volt Kubinyi András személyében, aki ennek a korszaknak volt a nagy kutatója, és nagyon sok mindent tanulhattunk tőle Mátyásról, a Hunyadiakról, a 15. századi Magyarországról, ezért is vonzottam ehhez a képhez, és amikor lehetőség kínálkozott arra, hogy ezt a képet közgyűjtemény számára megszerezhessük, akkor természetesen mindent elkövettem annak érdekében, hogy közgyűjteménybe és némiképpen részrehajló módon az általam nagyon kedvelt Ferenci Múzeum gyűjteményébe kerülhessen ez a kép. Az NKA egyedi kérelem alapján döntött a kép megvásárlásának támogatásáról, mondta beszédében a múzeum igazgatója. 8 millió forint támogatást kaptak. A Mátyás király és tudósai című képet november 30-aig láthatják a jelenlegi helyén, utána végső helyet keresnek neki. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál idén is rengeteg érdekességet kínált. A Rotary Klub például kacsaúsztatással készült. A Szentendrei Rotary Klub évek óta úsztatja a kis kacsákat a Bükkös patakban. Mindegyik talpán egy-egy szám van, amelyik aprósága leggyorsabban célba ér, az szép nyereményeket jelent a kosztályának. Megpróbáltuk egy kicsit a promóciót javítani, amennyire az energiánkból telik. Lehet, hogy ez annak a kezdeni, lehet, hogy annak a következménye, hogy már negyedik alkalommal rendezünk, és nagyon pozitív volt a viszonya. Szerették a gyerekek, és szerették a felnőttek is. A gyülekező ideje alatt Bulba Éva és a Chesterland szórakoztatta az érdeklődőket. A kacsaúsztatásnak külföldi résztvevői is voltak. Egy fiatal hölgy azt mesélte például, hogy náluk is van ilyen szokás, csak szélesebb folyón és több kacsával. Már 14-15 év óta vannak ilyen cserediák programjaink minden évben, és összesen, ha pontosan emlékszem, ő a 24. cserediák, aki megfordul itt a munkában, tehát a 24. külföldi diák, aki egy évet itt az iskolai évet, egy teljes iskolai évet. Igazi családi program a kacsaúsztatás, mindenki szorít és izgul, hogy jó áramlatot kapjon el a versenyzőjük. A rajtra már rengetegen odaértek a patakhoz. A leggyorsabb kacsák tulajdonosai ajándékokat vehettek át, a fődíj pedig idén is egy bicikli volt. Városismereti vetélkedőt szervezett a Pest megyei könyvtár. Az éjjel-nappal nyitva hétvégéjén ehhez kapcsolódva számos programot szerveztek.
Benkovics György például vetített képes előadással készült, melynek címe azonos volt a város történeti vetélkedővel, azaz az Én Szentendrémmel. Sokat hallhattak az érdeklődők a város szerb gyökereiről, és az is kiderült, hogyan kapta a Szamárhegy a nevét. Csak a szentendrémiek számára egy dolgot szeretnék tisztázni, mert hogy van, sok tévedés van Szentendrén az elnevezésekben, ez abból adódik, hogy hol a valamikori jegyzők, már bocsánat a jegyzők, elnézést a jegyzőktől, vagy volt jegyzőktől, hivatalnokok nem tudták lefordítani a szláv szavakat. Mondok egy egyszerű, vagy a szentendrék nem tudták lefordítani a szavakat. Sokan azt gondolják, hogy a Szamárhegynek bármi köze van a Szamárhoz. Egy köze biztosan van, nagyon sok csacsi volt a hegyen, tehát hogy tartottak a házaknál csacsi. De az egészen biztos, hogy nem a Szamárról nevezték el, tehát a Szamárhegy az nem a Szamárról van elnevezve, hanem Szamár az a nyereg, az a fa nyereg, amire a csacsin van rajta, és amelyik egész képében hasonlít a hegyhez. Hogyha a Duna másik oldalában nézzük a Szamárhegyet, akkor egy kicsit hasonlít ehhez a csacsi nyereghez. A szlávok, vagy ez esetben a szerbek, dalmátok és mások, akik hegyen laktak, soha nem mondták, hogy Szamárhegy, ők mindig azt mondták, hogy Brügyáni, vagy Brüdáni, hegyi, hegyen lakó, dombon lakó. A Szamárhegy, de biztos hallották ezt a helyiek, akik nem beszélték ezt a nyelvet, ezért elnevezték Szamárhegynek. A város híres bortermelő volt, ameddig a filoxéra járvány el nem pusztította az ültetvényeket. A szentendrei pincékről is mesélt az előadó. Most ezek a pincék, ahol a feldolgozás volt, ezek nagyobb pincék. Hogy mennyi és mekkora, arra csak egy példa. Vannak persze ebben túlzások, valahol olvastam, hogy valaki azt mondta, hogy 120 km, vagy írta, hogy 120 km pince van a Szentendre alatt. Nem, hát ez butaság. Körülbelül 12-18 km lehetett valamikor. Még az 50-es években is. Valamikor volt egy nagy botrány Pécsett, amikor egy teherautó beleesett egy ilyen pincébe. Ez a 70-es évek elején lehetett, és akkor, mivel a tanácsok nem tudták kifizetni a helyreállítási költségeket, mert kiderült, hogy másút is van ilyen probléma, ezzel létrehoznak egy ilyen pénzügyi alapot, egy úgynevezett pince alapot, ezzel sáfárkodik, jól-rosszul Szentendre is. De hogy ennek a programjából elmondja, hogy mi, ez azt jelenti, hogy körülbelül évente 10 pincét hoznak rendbe 15 év alatt. Tehát ebből nagyjából lehet következtetni arra, hogy hány pince lehetett és mekkora. Ezek egyébként nem mind nagy, mert, és akkor itt érek vissza, nem csak nagy pincék vannak Szentendre oldalában, hanem kicsik is, ezek főleg a Szamárhegy tetején vannak, ezeket úgy hívják, hogy verem vagy lagum. Laguminak hívják, tehát egy ilyen 5-6 méteres, 8 méteres kis pincék vannak, ahol szintén bort termelnek, de hát kisebb méretben szegényebb emberek, az én rokonaim is, tüleim is, hát ebbe a felső kategóriába tartoztak, már a tekintetben, hogy följebb laktak, de hogy lényegesen szegényebbek voltak, mint a főtérre lakunk, az egészen biztos. És visszatérve, tehát ezeket is rendbe hozzák, ezek nagy részét betömedékelik, tehát ezeket a kis pincéket betömedékelik, és a lenti pincéket helyre hozzák. Hogy mennyi lehetett és milyen lehetett, arra a saját élményeimből hagyosszak meg egyet, hogy itt nem olyan messze, itt a Bartók Béla úton, ahol a sarterék laknak, ott mellettük lakik egy barátom, a festőművész Erzámból István, és még ilyen kis rácok voltunk, akkor a Szentendrei Gézáéknál bementünk az egyik pincébe. És kiderült, hogy innen oda át lehet menni, onnan amoda át lehet menni, gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy a Szamárhegy teteréről le lehetett jönni úgy a Rabrábi térre, hogy ki sem ment az ember az utcára, mert csak át kellett törni, vagy át kellett bújni. Ezeken a pincék, ezek elhanyagolt állapotban voltak akkor, hát mikor a szüleik megtudták, alaposan elvertek bennünket, mert ugye hát életveszély, mikor romlott volna ránk. De hogy sok szinten és sokfajta pince volt, van ma Szentendre alatt. Meggyőződésem, hogy a megépített kutak mellett, tehát a kifalazott kutak mellett, amiknek még mind megvannak, ez a város egyik legnagyobb értéke. De ha ezeket újra kéne készíteni, tehát újra kéne kifúrni, rendbe hozni, sok boltozattal meg van csinálva,
több-több 10 millió forintot kellene áldozni, többe kerülnének, mint a rajtuk lévő épületek sokszor ennek a újbaj megépítését. Ennek a használata a mai napig a 60-as évek óta nincs megoldva. Nagyon nehéz is megoldani magát a problémát, hiszen nincs mire használni, hasznosítani, de nagyon van. Ilyen nagyon érdekes pincéket, hagyd mondjak kettőt, ilyen például a régi egészségház udvarán levezető pince, amely egy keresztirányú két, tehát úgy képzelje nekem egy hosszú keresztet, aminek a keresztjében, ahol a találkozik, ott van a szellőzője, van ilyen. Vannak olyanok, amelyek párhuzamosak, annyi, és olyan magasak, hogy mind a kettő lovas kocsival be lehet menni, és idő egyes helyeken átjárható. Ilyen kicsi pince, vagy ilyennek a kicsi változata, az, ami művészetmalom alatt lévő pince, az ennek a változata csak egy kisebb kiadásban, mert a Bogdány utcában van ennél nagyobb is. Aztán van olyan, amelyik három lépcsőben megy be a hegybe. Tehát egyrésztről be lehet menni az alsó szinten, onnan föl lehet menni oldalról, bejebb lehet menni 14 métert egy másik szinten, és egy harmadik szinten vissza lehet jönni majdnem kibújva a hegyen. Tehát, hogy ennek rendkívül különböző, hogy mondjam, megoldásai voltak. Sajnos a mai napig ennek feldolgozása, tehát hogy miért így csinálták, miért ekkora volt, miért itt volt, nem történt meg. Egy biztos, hogy a jövőnek, vagy a jövő embereinek, aki érdekli, annak lesz mivel foglalkozni. A rácürmös készítésével kapcsolatban megtudhatták a szentendreiek, hogy a rosszabb minőségű kadarkát használták fel hozzá, a fűszerekkel együtt ugyanis már eladható termék lett belőle. Így született meg a vermut-szerű ital. Az előadás után várostörténeti sétára invitálták a résztvevőket. Ennyi fért a mai Művészvárosba. Jövő héten pénteken a szokott időben a Szentendrei hét után ismét várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el a tvszentendre.hu oldalra, ahol korábbi adásainkat is megtalálják, de akár kulturális híreket is olvashatnak. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!